Köszöntöm a Nyíregyházi Televízió nézőit, Önök a Nyíregyháza most aktuális adását látják. Felföldi Lászlót nevezte ki a Szent Atya a Pécsi Egyházmegye püspökének. Felföldi László geszteridi születésű és ezer szállal kötődik Szabolcs megyéhez, ám január 6-ától 470 kilométerre fog szolgálni szülőföldjétől. A szomszédaim ugye a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye és Kaposvári Egyházmegye, Székesfehérvár, minnyáján hívtak már, hogy a jó szomszédok barátságával várnak és köszöntenek. A plébániai hivatal térképén ismerkedik a Pécsi Egyházmegyével és a szomszédokkal a frissen kinevezett püspök. Felföldi László jelenleg 470 kilométerre él új szolgálati helyétől. A Szabolcs megyei Geszteréden született, és először itt érezte, hogy a Jóisten munkára hívja. Geszteréd egy igazi szabolcsi falu. Nagyon gyönyörű élet volt ott, mint egy nagy család úgy éltünk, és hát természetesen mindenki járt iskolába, templomba, mindenki járt a földekre dolgozni, tehát nagyjából ugyanazt az életet éltük, hogy hogyan lesz valakiből pap, az a Jóisten titka. Ez valóban meghívás. Ez valahol belül megszületik, és akkor egyszer csak az ember érzi, hogy ez az én életem, ez az én utam, és nem könnyen, de én is elindultam ezen az úton. A gyökerek a legeslegfontosabbak. Azok nélkül nincs élet. És nekem Geszteréd a gyökereim. Ott nevelkedtem, az az életem, ott formálódtam, és hiszem azt, hogy ami gyerekkorban megformálódik, az nagyon-nagyon lényeges. Lehet azon sokat módosítani, javítani, rontani, de a lényeg az ott van. Nagyon bonyolult volt az utam, és végül is mégis nagyon egyenes. Tehát, ha így nézzük, mert a Jóisten görbe utakon is tud egyenest írni. Kecskeméten jártam Pirista gimnáziumban, kiváló tanáraim voltak, abban az időben még szerzetesek tanítottak bennünket, és utána én épületvillamossági mérnök szerettem volna lenni. A sors nagy, hogy mondjam, érdekes üzenete, hogy akkor épületvillamossági mérnök szak csak Pécsett volt. És én oda szerettem volna menni, de ahhoz el kellett végezni egy alapot, egy úgynevezett elektronikai műszerész szakmát, és utána jelentkezni a mérnöki képzőre. És ezt Nyíregyházán végeztem, és akkor rájöttem, hogy nekem van egy fantasztikus szakmám. És nekem nincs szükségem már semmi másra. És el is indultam ebbe az irányba, és közben újra feljött a szívembe, ami gimnázium folyamán ott volt, de valahogy aztán úgy elcsöndesedett, meg bátortalan voltam, hogy lehet, hogy mégiscsak papnak kéne lennem. És akkor ez nagyon felízott, elindultam a szemináriumba, jelentkeztem, aztán lemondtam róla, de végén csak bejutottam, és hál' Istennek 1986-ban pappá szenteltek. Újfehérton voltam 2 évet, Egerben 2 évet, utána 6 évig itt voltam káplán Nyíregyházán, és akkor kezdődött az életemben egy nagyon nagy váltás. 10 éves papként abban az időben úgynevezett öreg káplánnak számított az ember, és már készen voltam a plébánosi hivatásra, amikor Bosák Nándor, akkori püspök úr megkért, felkért, hogy menjek Debrecenbe a püspöki hivatalba dolgozni. Hát nehezen tudtam ezt elképzelni, de nem volt más választásom. És onnantól kezdve a püspöki hivatalban dolgoztam 24 évet, és mellette nagyon nagy ajándék, hogy én folyamatosan lelkipásztorkodtam. Sőt, új plébániai közösséget sikerült építeni, templomépítésben részt vehettem, és 3 éve pedig itt vagyok Nyíregyházán. A püspöki hivatalban a titkár, helyettes irodaigazgató, úgy azt kell mondani, a szamár létrát teljesen végigjártam. Az, akik ott bent dolgoznak, vagy amikor én bent dolgoztam, az azt jelenti, hogy együtt
mi együtt is élünk ott bent, tehát nem csak egyszerű munkahelyi jelenlét, hiszen én bent laktam több éven keresztül a püspöki hivatalban, tehát mindent láttam, együtt beszéltünk át sok-sok kérdést, és ez biztos, hogy egy alap is nekem, tehát közelről láttam, közelről tapasztaltam, nagyon-nagyon sokat tanultam Bosák Nándor püspök úrtól, Palánki püspök úrtól, egyszerűen csak ott látva az ő munkájukat, az ő tevékenységüket, és bízom benne, hogy ebből én tudok majd kamatoztatni. Egy napon a nuncius úr fölhívott, hogy a pápai döntést közölje, és ilyenkor természetesen van egy kérdés, hogy elfogadom-e. És az utána aztán felgyorsulnak az események, és hát a mai nap meg már tervezgetjük természetesen a pécsi munka átvételét, holnap is utaznom kell Pécsre, hogy akkor újra gondoljuk, tervezzük, beszélgessünk a jövőről. Papírforma vagy az internet minimális információt ad, ott kell lennem, találkoznom az emberekkel, a papokkal, a munkatársakkal, akkor fogom látni a valóságot, és utána lehet majd gondolkodni. Tehát most hosszú idő lesz, amíg egyáltalán rálátásom lesz arra, hogy is néz ki a pécsi egyházmegye belülről, belső szerkezetében, nem térkép, meg nem számadatok alapján, hanem mentalitásában. De abban bízom, hogy mint amit megtapasztaltam Debrecenben is, itt Nyíregyházán is, hogy az emberek a papok világában óriási kincsek, óriási lehetőségek vannak, és hogy ott is meg fogom találni ezeket a kincseket, ezeket a kiváló munkatársakat. Most teher alatt roskadozik a pálma. Most nem nő egy kicsit sem. Most nagyon nehéz. Bennem inkább most a félelem, a megilletődöttség, a zavar, a bizonytalanságban. Természetes az, hogy hiszem, hogy a Jóisten ezt így megengedte, így akarta, és ahogy láttuk most az életutamat, valahol benne van az előkészítő idő is, akkor ebben is fog segíteni, mellén fog állni, és ebben bízom, ez ad valamennyi erőt, de most bevallom, most csak a nehézséget, a félelmet, a bizonytalanságot, a terheket érzem. Ahogy én bekerültem a szemináriumba, ahogy ott maradtam, ahogy a papi életem alakult, valóban így van, hogy mindig azt éreztem, hogy a Jóisten velem van, ahogy én Debrecenbe kerültem. Hiszem, hogy évek múlva erre is azt fogom mondani, hogy igen, ez az Isten akarata volt, és így nyúlt bele az életembe, mert valóban így radikálisan nyúlt bele az életembe, és utána mindig érzem, hogy na, ott volt velem, ez volt az ő műve. Most inkább az emberi gyengeségek azok, amik harcolnak még. Amikor én idejöttem, akkor én bemutatkozáskor minden területen azt mondtam, nyíregyházi vagyok. Itt akarok lenni, itt akarok élni, sőt, bevallom, én innen akartam nyugdíjba menni, itt akartam meghalni. Fiúknak mutogattam a temetőbe, hogy itt lesz körülbelül az én sírhelyem, amikor november 1-én megyünk ki a temetőbe. Holnap után Pécset leszek, akkor építjük fel az úgynevezett naptári rendet, hogy hogyan lesz 6-ától, január 6-án lesz a szentelés, a beiktatás, és utána fogom látni az elköszönésnek is a lehetőségét. Elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlásához nyújt támogatást az állam. Az 1 milliárd forintos keretösszegű támogatásra ettől a héttől kezdve lehet pályázni. A magánszemélyek maximum 150 ezer forintot nyerhetnek a kerékpárok vásárlásához. Ezeken a kerékpárokon nem lehet, meg nincs is gázkar. Akkumulátor tekintetében többfajta variáció létezik. Az egyik egyébként az integrált akkumulátor, ami ennél a kerékpárnál is látható, ez egyébként egy vázba rejtett, a felső vázcsőbe rejtett akkumulátor.
Integrált akkumulátorból is létezik olyan, ami külső akkumulátor egyébként, tehát hogy van egy konzol a vázon, és akkor abba csúszik bele, és teljesen ilyen kis aerodinamikus, egy jó kinézetű dolog. Illetve van a harmadik variáció, amikor a csomagtartó van, az is elég gyakori lesz, főleg az olcsó kategóriáknál, gyakorlatilag a csomagtartó egy ilyen dupla réteg, és a két réteg közé van elhelyezve az akkumulátor, az is zárható, tehát nincs az, hogy letesszük valahol a kerékpárt, és akkor jön valaki és kihúzza az akkumulátort. Szóval annyira nem egyszerű az eltávolítása, ott is kulcsra kell kinyitni. Amiről beszéltünk, hogy két fajta létezik, van a pedálszenzoros és a nyomatékszenzoros. A pedálszenzoros kerékpárok azok általában agymotorosak. Itt is lehet látni, hogy egyébként ennek az első kerékagyban van a motor. Illetve a hajtásnál van egy mágnes és egy szenzor, és amikor a szenzor előtt elhalad a mágnes, az kapcsolja be a motort, és onnantól kezd el hajtani, rásegíteni a kerékpárt. Ez a rásegítés, ez egyébként 5 lépcsőben állítható. Az ötödik nyilván az a legerősebb, ott segít rá legtöbbet. Van egy központi kijelzője, ahol mutatja egyébként a sebességet, az összes megtett kilométert, az akkumulátornak a töltöttségét, az időt, és akkor a rásegítésnek a fokozatát. Ez innen egyébként egy gombnyomással állítható. Ez a rásegítési fokozat nagyban befolyásolja az akkumulátornak a hatótávát. Nem fog egyes rásegítési fokozatban ugyanannyit elmenni, mint 5-ös rásegítési fokozatban. Illetve pont fordítva, ugyanis 5-ösbe fog a legkevesebbet, ott vesz fel a legtöbb energiát a motor. Alapjában véve egyébként a bringa az olyan, mint egy normál, jó minőségű városi kerékpár, tehát alumínium váza van, csomagtartó, sárvédő, kressz tartozékok, minden rajta van, erősített kerekei vannak, tehát egyébként egy nagy terhelésű, 100 kg fölött terhelhető bringa. Hogyha tegyük fel, nem használjuk ezt az elektromos rásegítést, mert ki is kapcsolható, akkor egy normál kerékpárként teljes értékűként változhat. A tavaszi hónapokban az időjárás és a koronavírus járvány miatt is megnőtt a kerékpárboltok forgalma. Ennek egyik oka, hogy a kijárási korlátozás nem tiltotta a sportolást, így a biciklizés sem. Nyíregyházán már több mint 70 km hosszú a kerékpárút, sokan a munkahelyükre is biciklivel járnak. Egy hétfőn megjelent pályázat ezt szeretné segíteni. Elektromos rásegítésű kerékpárvásárláshoz nyújt anyagi támogatást. Ebben a nyíregyházi kerékpárboltban tavasszal is megérezték a megnövekedett forgalmat. Előre láthatóan a tavalyi évhez képest 30%-kal nőtt a forgalmuk idén, most pedig a pályázat miatt keresik őket. A hétfő az totális káosz volt, tehát ott gyakorlatilag reggeltől estig csörgött a telefon folyamatosan. A pályázatokat a www.elektromobilitas.ifka.hu oldalon kell keresni. A jelentkezéshez szükség van ügyfélkapura, a személyes okmányok másolatára PDF formátumban, valamint minimum 3 hónapot igazoló munkáltatói igazolásra. A következő lépés, hogy választani kell a kereskedői adatbázisból, majd ki kell választani magát a kerékpárt is. Az első pályázati lehetőség november 23-a és 27-e között érhető el. Ezután minden hónapban lesz egy újabb pályázati lehetőség egészen addig, ameddig az 1 milliárd forintos keret el nem fogy. Ha valaki nyer, onnantól kezdve 180 napja van a kerékpár beszerzésére. Megvan határozva a motornak a teljesítménye, ami 250 wattban van maximalizálva. Megvan határozva, hogy az akkumulátor nem tartalmazhat olmot, tehát itt gyakorlatilag a lítium akkumulátorok jöhetnek szóba, illetve nem lehet a kerékpáron gázkar, tehát nem lehet képes hajtás nélkül önálló mozgásra, és igazából ez különbözteti meg őket egyébként ezektől a kínai elektromos járművektől, amiből ugye nagyon sokat látni, és egyelőre nincsenek szabályozva törvényileg. Milyen összegekre lehet pályázni egyébként? Gondolom van egy minimum és maximum összeg. Minimumról én nem tudok, hogy meg lenne határozva. A maximum összeg egyébként 900.000 forint, amit a kerékpárnak az értéke elérhet. Kétfajta támogatás létezik, az egyik a pedálszenzoros kerékpárokra, a másik pedig a nyomatékszenzoros kerékpárokra vonatkozik. A pedálszenzorosak egyébként az olcsóbb járművek, ezekre ad az állam 90.000 forintot, a nyomatékszenzorosokra pedig 150.000 forintot. A pedálszenzorosok egyébként árban mondjuk ilyen 250.000 forinttól 400-450.000 forintig, és akkor a nyomatékszenzorosok meg azok inkább ilyen 450-től fölfelé,
Ami még kritérium volt, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a pályázott járműnek vagy kerékpárnak az 50%-át. Mennyire keresték egyébként korábban ezeket a fajta bicikliket, illetve mi a tapasztalat így hétfő óta, bár még csak kedden kora délután van, de biztos tudsz már valamiről beszámolni. Nálunk egy picit később kezdtek el ezek terjedni, tehát így a kicsit kerékpárok terén fejlettebb országban, mondjuk az osztrákoknál, meg a németeknél, ott már azért nagyon sok ilyen kerékpár van. Hozzánk én úgy gondolom, hogy igazából az elmúlt két évben lendült föl ez a dolog, tehát már most azért van rá kereset. Sok érdeklődő volt eddig is egyébként ezzel kapcsolatban, de inkább nagyon megoszlik, tehát vagy a belépő szintűeket keresik, vagy a komolyabbakat, és így igazából a köztes részeket, ezeket az átmeneti, átkategóriájú kerékpárokat annyira nem. Hogyha én először meghallom egyébként, hogy elektromos kerékpár, inkább az idősebb korosztály jutna eszembe, hogy ők használják, de javíts ki, hogyha ezt rosszul gondolom, milyen az érdeklődés, a fiatalok is keresik ezeket a bicikliket? Alapjában véve, hogyha abból indulunk ki, amit itt látunk az utakon, akkor igen, az jól látod a dolgot, tehát az idősebbek, bár itt azért meg kell különböztetni egymástól ezeket a járműveket, mert ugye e-bike kategória, az elektromos kerékpár, az egy gyűjtőfogalom. Tehát abba beletartoznak amúgy ezek a gázkarral rendelkező robogó formájú érdekes kínai dolgok, meg vannak a pedelek kerékpárok, vagy pedelecki, hogy mondja, ezek ugye pedálra segítéses, tehát gyakorlatilag ezeken a kerékpárokon nincsen gázkar, és önálló helyváltoztatásra, hajtás nélkül nem képesek. Tehát ez amire most ugye ez kihegyeződött ez a dolog, ez az utóbbi a pedelec kategória. Konkrétan eddig egyébként, aki elektromos kerékpárt keresett nálunk, most csak a saját tapasztalataimat tudom mondani, ők az idősebbek körében inkább a gázkaros, ezeket a egyszerűbb kínai történetű járműveket keresgélték, egészen mostanáig, mert hogy most ugye rájöttek arra, hogy egyébként ezek is nagyon jól használhatóak arra a célra, meg ugye a másik fontos dolog, hogy azokhoz a járművekhez képest ezek sokkal jobb minőségűek. Egyrészt ugye a litium akkumulátor miatt, másrészt meg alapjában véve a kerékpár könnyebb, nem kell rá igazából olyan brutális fék, mint mondjuk egy ilyen nagyobb méretű, nagyobb tömegű járműre. Hát így nagyjából ennyi. Ezekre a kerékpárokra vonatkoznak-e valamilyen szabályok? Nem mehetnek járdán, gyalogos úton? Kategóriájukat tekintve ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint egy normál kerékpárra. Tehát nem kell rá jogosítvány, nem kell rá kötelező biztosítás, nem kötelező rá bukósisak, ugyanott közlekedhetnek vele, mint akármelyik másik egyszerűbb kerékpárra. A pályázati segítséggel megvásárolt kerékpárok fenntartási időszaka 3 év. Ez idő alatt a nyertes minden évben köteles elektronikus úton fényképes beszámolót küldeni a pályázati portálon keresztül. Kaderják Péter energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár a pályázat bejelentésekor kiemelte, Magyarország élen jár a környezet kímélő járművek elterjedésében. Az év első felében az uniós tagállamok közül nálunk nőtt a legnagyobb mértékben a forgalomba helyezett alternatív hajtású autók száma. A zöld rendszámos gépkocsikból 20 ezer közlekedik a magyar utakon, 2-szer annyi, mint a múlt év elején. A pályázati segítséggel vásárolható elektromos rásegítésű kerékpárokkal sok esetben kiváltható a buszozás vagy az autózás, így kisebb lesz a légszennyezés és tisztább a levegő. A veszettséggel fertőzött állatok harapással tudják megfertőzni az embereket, ezért is fontos a vakcinázásuk, a népik számára évek óta egy fontos feladat. A betegség általában nem gyógyítható, ezért is fontos a megelőzése. A
veszettség egy veszélyes megbetegedés, aminek megelőzése fontos, mert a vadon élő és házi emlős állatok egyaránt fogékonyak, illetve az embert is megbetegíti. A betegség a veszett állat harapásával a vírus tartalmazó nyállal terjed, és általában nem gyógyítható, de vakcinázással hatékonyan megelőzhető. A NABIC veszettség megelőzési kampányában bemutatjuk a vírust, hogy milyen károkat okoz, és elmondjuk azt is, hogy mit tehetünk a megelőzése érdekében. A veszettség ősidők óta velünk van, az első leírása több mint 2000 évvel ezelőtt a babiloni kőtáblákon már megtalálható, és azt is régóta tudjuk, hogy állatok harapásával terjed, halálos betegség, tehát jelen tudásunk szerint gyógyíthatatlan. A zoonózis egy szakszó, ami azt jelenti, hogy valójában ezek állati vírusok, de időről időre emberben is megjelennek. A vírusnak egyébként több változata van, jelenleg 15 szerotípusát ismerjük, de ezekből eddig 7 olyan van, ami emberben is fertőzést okozott. A veszettségvírus, úgy mint sok minden más vírus is, alapvetően denevér eredetű, tehát valamennyi szerotípusa képes denevérekben fertőzést okozni, és nagy valószínűséggel denevérek a rezervoárfajok, és őróluk tevődött át egyrészt a klasszikus vírustörzs a szárazföldi emlősökre, illetve a 15 szerotípus túlnyomó többsége kizárólag denevérekben található meg. És jelenleg is Európában, azokban az országokban is, amelyek már mentesek a veszettség vírusnak a hagyományos formáitól, a denevérvírusok továbbra is jelen vannak. A veszettségnek az alapvető formái tehát az úgynevezett urbánus veszettség, ami elsősorban a házi állatok, közülük is főleg a húsevők, a kutyák és a macskák veszettségét jelenti. Ők azok, amelyek emberre elsősorban átvihetik a vírust, a fertőzött állat harapása során a nyállal ürül a vírus, és így fertőződik többek között az ember is. Tehát ez az urbánus forma mellett. A másik nagyon fontos forma a szilvatikus veszettség, aminek a fenntartói és terjesztői általában vadon élő húsevők, közülük is különösen a vörös róka az Európa fejlett országaiban a vörös róka volt a fenntartó, és végül a harmadik forma, a már korábban említett denevér veszettség, tehát ez a három alapvető formája, járványtani formája van a veszettségnek. Míg korábban a Pasteur által kidolgozott és egyéb módon tökéletesített vakcinák elsősorban a házi húsevők immunizálására voltak alkalmasak, illetve az ember immunizálására, amennyiben harapás történt. A későbbiekben, a 80-as évek második felében Németországban kidolgozott úgynevezett orális vakcinák pedig a vadon élő húsevők immunizálására is alkalmasak voltak, ezért az úgynevezett orális vakcinázás 1990-től való elterjedése következtében nem csak az urbánus veszettség szorult vissza erőteljesen, hanem azóta Európa fejlett részén a szilvatikus veszettség is gyakorlatilag eltűnt. De ne felejtsük el, a denevérek veszettsége továbbra is itt van velünk. A veszettség egyébként miután a veszett állat harapásával a vírus bejut a szervezetbe, az idegsejtekbe jut, az axonokba jut elsősorban a fertőzött területet beidegző idegsejtek axonjaiba jut, és innen retrográd módon az axonok mentén először eljut az idegsejt testébe, ahol elsődleges vírusszaporodás történik, utána a gerincvelőn tovább haladva eljut egészen az agyig. Mivel a vírus szaporodása meglehetősen lassú, a lapangási idő akár 2-3 hét is lehet, minél közelebb történik az agyhoz a harapás, tehát főleg a nyakon, arcon történő harapások veszélyesek, annál rövidebb a lapangási idő, hiszen annál rövidebb utat kell megtennie a vírusnak az agyvelőig.
miután az agyvelőbe eljutott a vírus, akkor fejlődnek ki az agyvelő gyulladás tünetei, a tudatzavar, a viselkedésváltozás, a különböző fonálkérzések, az úgynevezett víziszony, illetve még később pedig a lefelé szálló bénulás, tehát a szemizmok, az arcizmok, a gégeizmok bénulása, és ezután pedig a bordaközi izmok és a rekeszizmot beidegző bolygóideg bénulása után pedig a légzés bénulás és ennek következtében a halál. Az állatokon a viselkedés változása jellemző, a kutyák agresszívabbá, támadóbbá válnak, a vadon élő húsevők pedig elsősorban a viselkedés változást a megszelídüléssel jelzik, de ugyanezt időnként dühöngés váltja föl, tehát az ilyen szelíd vad húsevők mindig gyanúsak, mert adott esetben utána támadhatnak. A veszettség élő állaton a betegséget nem lehet diagnosztizálni, csak a gyanúját tudja az állatorvos megállapítani. Milyen tüneteket veszünk ilyenkor figyelembe? Kutyák, macskák esetében az amúgy szelíd állatok emberre támadnak, megváltozik a viselkedésük, nyázást lehet megfigyelni, esetleg lóg az állkapcsuk, nagyon szomjasak, elkezdenek inni, majd hirtelen abba hagyják, esetleg köhögnek, később görcsrohamok alakulhatnak ki. Rókák esetében, amik meg az alapvetően félnek az ember közelségétől, szeliddekké válnak, szintén lóghat az állkapcsuk, kancsalság léphet fel. Rókák esetében előfordulhat, hogy kavicsot, egyebet lenyelnek, mert tudatzavar lép fel náluk. Szarvasmarhák esetében a tehenek azok ivari aktivitást mutatnak, rekettes bőgést és egy jellegzetes, ilyen nagyon szögletes járást lehet megfigyelni. Lovak esetében hasűri fájdalmasságra utaló tünetek vannak, de volt olyan eset is, amikor csak azt vette észre a tulajdonos, mintha fogbeteg lenne a lova, vontatottan, lassan rágott, időnként megállt a rágás közben, és ilyen kifejezéstelen szemmel tekintett a külvilágra. A veszettséget csak laboratóriumi módszerekkel tudjuk megállapítani. A mintát mindenkor a hatósági állatorvos veszi le, és küldi be hozzánk a vizsgáló laboratóriumba. Másik módszer a PCR technika, ahol a vírus genomját mutatjuk ki. Ez utóbbi rendkívül biztonságos és gyors oki diagnózist ad. A veszettség az bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség, mindenkinek, minden állampolgárnak megvan a felelőssége és a teendője, aki furcsán viselkedő állatot talál, a kutyája, macskája őrátámad, vagy rendkívül szelíd rókát, vagy esetleg őzet találnak, ezt jelentik a vadászati hatóságnak, a vadőrnek, hatósági állatorvosnak, akik majd intézkednek a mintáknak a beszállításáról. Ha olyan rókát vagy egyéb vadállatot lát, amely túlzottan barátságos, vagy megtámadta háziállatát, esetleg róka vagy más vadállat tetemét találja meg, értesítse a helyileg illetékes állategészségügyi hatóságot, vagy hívja a Nébik zöld számát a plusz 3680 263 244-es telefonszámon. Önök a Nyíregyháza Mostot látták, ezzel a műsorral legközelebb jövő héten kedden találkozhatnak. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!